Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Most egy kicsivel múlt hajnal 3, és éppen túl vagyunk 3 napnyi AMTS-en, meg legalább 3-4-5 napnyi AMTS előkészületen, tehát nem igazán tudom, hogy merre vagyok arccal. Viszont Szavéri Zoli azt mondta, hogy Mosoni Peti szeretné lefotózni a 300-eset napfelkeltében a Hősök terén, de hogyha már kimegyünk, menjünk egy kicsit korábban, mert szeretne csinálni néhány éjszakai fényfestős képet. Bármilyen más autóról lenne szó, meg sem mozdulnék, de azért egy 300-essel a Hősök terén, hát olyan nem mindig van. Úgyhogy most indulunk. Elindítottuk a Check Engine Patreon oldalát. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor támogass minket egy neked tetsző összeggel, exkluzív tartalmak nem lesznek, tehát semmiről nem maradsz le, amennyiben mégsem támogatnál, viszont bizonyos tartalmainkhoz idő előtt hozzáférhetsz. Mikor érkeztél Magyarországra? Jó, hogy tényleg beült mellé megkérdező biztos. Szia, Antti Zoli vagyok. Szia. Szerintem a hangomon lehet a legjobb hallani, hogy semmit nem aludtam. Szerintem az egész hétvégén, ugye szerda, nem csütörtökön, de szerda éjjel, minek hívják, az csütörtök hajnalba. Csütörtök hajnalba indultam, 3 órakor, az előteri éjszakát semmit nem aludtam. Az autó az utolsó pillanatban készült el, és szerintem összesen aludtam talán 12-13 órát a szerda éjjel óta. Peti? Igen? Elmondod, mire készülsz? A terv az, hogy kihasználjuk a Zolinak az utolsó cseppvérét is, és ugye már beszéltünk, mielőtt jött az AMTS-re, és kitaláltuk, hogy tök jó gig lenne, vagy gag, vagy nem tudom, hogy mondják szépen magyarosan, hogy csinálunk még egy fotósorozatot a versenyautóról. Ugye olyan nagyjából 5.30 körül jön fel a nap, előtte még van egy kis sötétségünk, és ezt kihasználva megpróbálunk egy kis fényfestést belecsempészni a dologba, aztán utána, ha ezzel megvagyunk, akkor utána átmennénk a Hősök terére, és gerillába meglőnénk az autót gyakorlatilag a felkelő nap fényében. Úgyhogy nem mondd, hogy nem kértél engedélyt. Nem mondom. Azért láttuk már fényfestőt munkáidat, sokat, és elképesztőek. Hány kép, mire összeáll egy ilyen jó fotó? Ha ügyes vagyok, akkor egy ilyen kb. 5-6 képből meg tudom csinálni. Ez a fényfestés lényeg, hogy egy picivel egyszerűbb, mint vakuzni, mert ha a vakuval kéne ezeket megcsinálnom, akkor sokkal-sokkal több képet kéne összeraknom egymásba. Azoknak, akik nálam sokkal jobban értenek a fotózáshoz, el tudod mondani, hogy ezek milyen beállítással készülnek? Változó, mert ugye mindig azon is múlik a dolog, hogy milyen fényviszonyaink vannak. Ugye most már azért itt van egy csomó ilyen úgynevezett ambient világítás, ami ugye a jön egy föntiből, de most például egy F10-zel készülnek a képek. F10? F10, igen. Lehető legalacsonyabb ISO. És gyakorlatilag ezzel párhuzamosan meg egy ilyen 6 másodperces körülbelül a záridő. Ez ugye azért kell, hogy amikor én mozgok jobbra-balra a kocsi körül a fényen, akkor az gyakorlatilag bemosódik a képen, mint amikor mondjuk láttok egy például egy hídról készült hosszú záridős képet adott esetben. Ugye ott is az a lényeg, hogy
látjátok, hogy az autóknak a fényei bemozdulnak, ugye a piros lámpák, amikor elfele mennek az autók, meg a fehérek, ahogy jönnek felénk, ott is ugye a hosszú záridő az, ami gyakorlatilag segít abban, hogy ez így az autók nem látszanak, de ugye ami fényforrásként van jelen, és visszatükröződik, azt ugye tök szépen visszaadja maga a kép. Úgyhogy nagyjából ez a történet ezzel kapcsolatosan. Hány százaléka történik a munkának itt a helyszínen, aztán hány százaléka az, ami a számítógépen, mint utómunka? Ez változó attól függ, hogy mennyire extrémekbe akarjuk elvinni magát a végeredményt. Ha nagyon szeretnénk extrémet, tehát például mondjuk ilyen kicsit füst, meg ilyen hangulat, meg grading, meg stb., akkor azért bizony igen sok órát el lehet tölteni ezzel a Photoshopban utólag, hogy összeilleszti az ember a rétegeket, és akkor még utána ezeket az extra kis lépéseket, meg apróságokat megcsinálja. Plusz ugye, ahogy az előbb te is belebuktál egy kis szemétbe ott, ahogy jöttél, ugye ez is előfordul, hogy az ember utána csak képen veszi észre, hogy mondjuk ott egy cigicsík, vagy ilyesmi, az nem nyilván nem jó egy képen, hogyha azt látjuk, úgyhogy ezt általában például az ember letusálja. Van valami becsületkódex, hogy akkor azt letusálod? Igen, én nem szeretek olyat kiadni a kezemből, amin ilyen butaságok vannak alapvetően. Ennek a kamerának itt most tudsz mutatni egy előzeteset? Itt meg tudod nézni például. Egész szépen visszaadja az LCD-t. Uh-huh. Azt a mindenit. De hát ez már itt is elképesztően jól néz ki. Úgyhogy így. Zoli, ennek az autónak hány ilyen jellegű fellépése van, mint most ez a fotózás, és hány olyan van, amikor versenypályán hajtják ügyfelek? Éves szinten. Ez így 50-50%. Az összes fellépés az összes versennyel. Nagyon sokat megyünk. Bár most az elmúlt 2-3 évben a Covid alatt nem mentünk ugye sehova. És azóta egy kicsit ilyen ritkuló tendenciát mutatunk. Valahogy így, nem tudom, így alakul. És hogy te? Én azt gondolnám, hogy te, a te képzettségeddel, meg a te tudásoddal, ami fölhalmozódott, neked az a jó, hogyha minél többet lehetsz műhelyben és szerelheted. De hogy az autó mozgatása, amit mondtad, hogy irgalmatlan időt viszel, hogy az is rád marad, ezt te kérted? Egy így alakult generációsan? Nem, ez fordítva működik, mint ahogy te gondolod. Uh-huh. Én előbb voltam mozgató, miközben én beletanultam ezekbe a dolgokba. És én, mint egy ilyen Jolly Joker, ez a... Minden hangszere játszol. Igen, de ez sem igaz, mert hogy én nem... Ó, szemünkbe esett kis foton. Meg lettünk villámcsapva. És tehát én előbb voltam úgy a versenyszakosztályban, hogy minthogy be tudtam volna bizonyítani, hogy de én alapvetően szerelő vagyok, nem pedig autómozgató. És akkor ezt az út szélén bebizonyított, hogy te ezt meg tudod csinálni. És akkor ezt is meg tudod csinálni, és akkor beállsz az Esztergom mögé, meg beállsz a motorépítés mögé, meg beállsz a technika mögé, és akkor amikor látják, hogy ilyen, ezt is meg tudja csinálni, hiszen ő alapvetően ez, akkor ez lesz most már a másodállásod, és az autóépítés az első. De jól néztek ki! Köszi! Jól látok egymásnak! Ez a fényfestés, ez hogy jön meg? Neked azért nagyon komoly múltad van az autófotózással, és hogy ez ilyenkor azért van, mert szükség van egy újabb kreatív megmozdulásra, amivel kiélheted magad, vagy ez egy természetes tanulási folyamat, amihez egyszer csak eljut a fotós? Nem feltétlenül, nekem igazából maga a technika tetszik nagyon. Főleg azért, mert hogy relatíve kis, idézőesen kis erőfeszítéssel tudsz olyan képeket készíteni, ahol te kontrollálod azt, hogy mi az, ami világos, mi az, ami sötét. És ezáltal így az autóknak olyan formában tudod megmutatni az autókat, amiket nem feltétlenül tudnál természetes fényekkel megtenni. Úgyhogy én ezért szeretem sziluettek, részletfotók, meg olyan dolgok, ahol... Tehát az autóknak kaszni, meg maga a teste az autónak, az nagyon szépen vissza tudja vetni a fényt, amit én fölötte elhúzok, és ezáltal egy kicsit inkább ilyen művésziebb hatású képeket lehet elérni, mintha azt tennéd mondjuk egy természetes fény mellett. Természetesen ezzel párhuzamosan egyébként maga a természetes fényekkel való fotózás is legalább annyira fontos, meg a kompozíciós készség azért azt nem fogja kárpótolni a PSS utómunka, csak ez egy különleges más, már kicsit más, és azt gondolom, hogy ezt így sikerült egész jó szintre elvinni, persze van még mindig hova fejlődni, aztán majd meglátjuk, hogy hova vezet ez ki. Hány éve fotózol? Fú, én nem számolom meg valami őszintén, már nagyon-nagyon-nagyon régóta megy ez a sztori.
több tíz éve szerintem. Még az egyetem alatt vettem az első gépemet, egy ilyen Fuji Findix-et, és az volt az első ilyen, nem tudom, akkor kezdtem el, akkor még rallikra jártam, és akkor az volt így a nagy sztori. Ahhoz képest ez egy elég nyugodt. Igen, abszolút. Minden nagyon... áll, minden nyugiban van, úgyhogy hiányzik is egy kicsit egyébként, hogy ilyen dinamikusabb fotókat tudja csinálni, csak hát ugye az a helyzet, hogy csomószor egyedül vagyok, amikor fotózok, és ugye nem tudom magam is vezetni az autót is, meg még ugye közben fotózni magamat, úgyhogy ez ilyen kizárásos alapon így működik. Szerencsére vannak erre barátaid. Igen. Annyit mondj még el, hogy az általad fotózott autók közül ez most hol van? Igen, előkelő helyen van egyébként. Annó, mikor először voltunk kint, akkor nem sikerült rendesen megfotózzuk, mert történt egy kis hiba a fékkel, és akkor Zolinak vissza kellett vinni az autót tréleren, úgyhogy akkor még tudtunk róla csinálni pár mozgók fotót, meg talán állóból egyet-kettőt, de nem volt ennyi időm vele, mint mondjuk a Ruby Rózával, úgyhogy ez most egy ilyen hiánypótlás. Sok érdekességet fotóztam, mert én szeretem egyébként nagyon a klasszikus autókat, úgyhogy azért a 300-essel az elég közel áll a szívemhez, főleg, hogy amúgy a Mercedes nekem eléggé benőtt a bőröm alá. Hiszen neked is egy 204-esed? Meg igen, egy 204-esen van, igen. Ráadásul 3,5 V6, nagyon fontos, benzin. Igen. Ritka. Úgyhogy egyébként a papasszal való együttműködésnek köszönhető az, hogy annyira belenőtt a bőröm alá az egész sztori, mert valószínűleg, ha ők nincsenek, akkor nem biztos, hogy ennyire sokat mercizek, és akkor nem biztos, hogy ennyire megkedvelem a márkát. De azóta meg így, ez már történelem szinte. Fáradtnak tűnsz? Itt, ha nem a régi volnék. Hogy érzed, hogy az szerintem szinte nyilvánvaló, hogy ez a tudás most már téged nyugdíj kiszolgál, de hogy ez továbbadható? Van erre igény? Meg lesz ennek a felvevő piacon mondjuk 20-30 év múlva? Meg lesznek azok a fiatalok, akik ilyet akarnak csinálni? Szerintem igen. Addig, ameddig ezt tovább tudjuk adni, addig igen. Szerintem, és én úgy érzem, hogy erre van érdeklődés, és mindig lesz olyan, aki egy kicsit különcebb akar lenni. Szerintem ez jó. És lesz. Van pada van? Most nincs, sajnos nincs. De igény lenne rá? Néha a lelkemnek is igény lenne rá. Majd meglátom, hogy a fiam egy-két év múlva hogy fog hozzáállni ez az egészhez, hogyha majd be tudom állítani magam mellé. Osztoznak benne, gyerekek? Még nem, a nagyobbik nem sajnos. Nyilván a lány az nem fog. A nagyobbik az professzor, doktor, professzor lesz majd. Most egyetemre jár ugye ide Budapestre. A kicsiben még látok reményt, mert abban sok logika van. Csak rendkívül lusta. Nagyon, mint az apja. És kíváncsi leszek rá, hogy mondom, 2-3 év múlva be akarom állítani magam mellé, mert az, hogy most 7-8 évesen beraktam oda magam mellé, és mondom, hogy gyere, válogassunk csavart, és majd kapsz érte kis zseppénzt, ez tök jó volt, de nem sokáig tartott. Ugye tisztában vagyunk az értékével egy ilyen autónak. Nagy vonalakban foglalkoztunk vele sokat, te is elmondtad Speedzone-on, Total Car-on itt-ott, de hogy amikor ebből versenyautó lesz az értéknövelő tényező, vagy értékcsökkentő tényező? Valószínűleg értékcsökkentő tényező, de a történet, amit hozzáadsz, az értéknövelő. Tehát te gyártod köré, új legendát gyártasz köré? Gyakorlatilag igen, de itt nem én gyártom köré a legendát, hanem az a történet, meg azok az emberek, akik ezt vezetik. Meg azok a helyek, ahol ezt vezetik. Meg az a mennyiségű történet, ami történik vele. Vele személyesen, bocsánat, személyesen vele, tehát ez egy autó, de igen, rengeteg dolog történik, amitől szerintem ez érték növelő. Tehát nem ül mindenki egy olyan autóba, amit a David Coulthard vezetett munkaszerűen, vagy Johann Maas, vagy akár Hamilton is ült már benne, vagy Nico Rosberg ült benne, vagy nem tudom, tehát hogy egy csomó olyan ismert ember, Jean Todt. Ezek ugyanazok a faktorok, mint mondjuk az 50-es meg a 60-as években, csak a 2000-es években. Maradjon a kormány elszedve!
de akkor ez most már egy tradicionális fotózás. Igen, igen, ez most már... Itt már nincs trükk. Itt már nincs trükk. Itt ez sima fények, vagy hát, hogy sima, azt nem mondanám, de hogy gyakorlatilag ugye itt azzal főzünk, ami van. Ismerem, ez az Instagram beállítás. Így van, pontosan. Ez az Insta filter. A filter. Peti? Először, nincs nálad fényképezőgép? Nincs. Kimész egy picit, léci? Az a legjobb fényképező, ami éppen nálad van. De ezt haragszom ezekre a gépekre. Ez egy közhely, de ezzel nehéz vitatkozni. Igen, és haragszom ezekre a gépekre, mint a telefonokra, mert néha sokkal ügyesebben megoldja a fotót, a dinamika tartományt, nem ég ki az ég, visszajönnek a színek, stb. Úgyhogy néha ezzel vért kell izzadni ahhoz, hogy hasonló eredményt érjen. Ezt a telefonok szoftverrel oldják. Igen, nincsenek benne a profi gépekben? Mert ezt utólag te, mert ugye meg akarják tartani neked a fotózásnak azért része az, hogy te kontrollálod a dolgokat, te állítod be a dolgokat, stb. És szerintem ez az, ami hiányzik ugye a telefonokból. Manapság azért már lehet róban fotózni egy telefonnal is, és azáltal így megvan gyakorlatilag a szerencsét, hogy tudsz még ott össze-vissza bohóckodni, de azért teljesen más lehet. Mindig megdöbbenek, mennyire szűk, és ezzel a csővel most még inkább. Szinter vagy hagyományos? Nem, hagyományos. Várjál, onnan, hogy Millem ilyen hajnal kettőkor? Onnan, hogy Millem ilyen hajnal kettőkor? A Mercedesben szerelője, amikor a fullmilliómos azt mondja, hogy hát féket kell nézni, és defektem van, és kiveszi a szerelő a bronzkalapácsot, és az első ráveréssel itt verte le, tehát a spert az gyakorlatilag teljesen lenullázta. És utána egy fogta, egy hátralépett. Ups. Német kisnyugdíjas vérről. Igen. Mennyi utómunka következik most? Kiválogatom a képeket, az az első. Az még mondjuk nem utómunka, de le kell válogatni, hogy mik vannak. És akkor utána elkezdem őket szépen összerakni, mert ki kell találnom, hogy nagyjából mi az a színvilág, amit szeretnék a képeken, meg mi az a hangulat, amit át akarok adni a képeken. Ha az megvan, akkor utána már relatíve gyorsan fog menni a dolog. Ami kicsit hosszabb lesz, az majd a fényfestett képeknek az összerakása, meg így, meg... Zolival akarunk csinálni egy podcastet, és mögé a digitális falra szeretnénk egy képet, egy óra múlva az megoldható? Meg.